Na, sziasztok gyerekek, akkor itt vagyunk az következő Ultimate Teambe, és az a problémám, vagyis hát, ja, nincs problémám, ja, jó, most nincsen, na mindegy, van egy olyan pakkunk, hogy Silver pakk, úgyhogy nézzük is meg, hogy négy kontaktkártya, az nagyon király, az összes menjen a klubba. Abból, ha jól látom, három játékos és egy menedzser kártya. Okéka. A másik, hogy tudunk venni egy gold pakkot, úgyhogy vegyünk is, hiszen van rá money. Money, money, money. Oh, money. Money, money, money. Na! Oh, Tiago. Zsírcsi. Wow, mennyi menedzser kártyánk van? Kettő. Egy player kártya csak itt. Ja, egy player kártyánk van. Ó, annyira nem tetszik. Modifier formation. Jó, hát igazából ez nekünk mind kellő. Ezek a játékosok. Jó, most értem én, hogy mit tudom én. Nincs kedvem, mondjuk kapus. Ő jó lesz, jó lesz. Jó, hát akkor mindent tegyünk be a izébe, azaz Del Moral, minden menjen a klubba, Tiago. Nézzük meg ezt a Tiago srácot, mert ő úgy látszik, hogy kezdőbe lesz. CM. Ja, az hátvéd, ugye? Aha. Hátvéd, és spanyol volt? Fú, az nagyon jó, hogyha spanyol. Úgy emlékszek, hogy spanyol volt, ugye? Na, mi van? Waterfuck. Ja, hát most vannak ilyen dolgaink. Na, hol van ez a Tiago csávó? Vagy ilyen most nincs itt, ugye? Illara Medli. Ő is egy spanyol. Ja nem, az CM. CB, CDM. Ajja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 jj
Ja, nagyon sok mindent kell most változtatnom. Oh my god. CM, CDM, CB, CM, CTTTTA. Jó. Na, hogy legyen akkor a csapat? RB. RM. Azt a picsába. Hát ja, most egy teljesen más csapatformációt használunk, de ez tök király amúgy. Arbeloa RB. Akkor Arbeloát tegyük fel a... Le fogtok ezért baszni, de most nem baj. Mert tudom, hogy mit csinálok, jó? Köszönöm. CBM. Na, és... te is gyere csak ide a helyedre. Helyedre! Nem mindenki érzi jól magát a helyén. Jó, hát ő nem érzi jól magát, így járt. És esetleg egy ilyen cseréhez mit szólna? Azt se tetszik neki, hát akkor aztán most már faszom. Na nézzük, hogy vagyunk, hogy vagyunk. LB, LM, RM. Spanyol csapat lesz ez. Úgyhogy nem is variálunk ilyeneken, hogy nem spanyolt hozunk össze. Csak ugye hogy? Mert még azért nem lesz teljes. LB, LB. Hol van a kis Tiago gyerekünk? CM, őt küldjük el a izére. Transfer listára. Most így nem igazán kell. Illetve őt is. Transfer lista. És akkor jön ide egy ST. Ajajajaj, LM. Arango. Hát csak itt már megint nem lesz összeköttetés. Na mindegy. Egyelőre. Aki biztos az. Bocsánat. Na, szóval ugye Arbeloa az ott biztos helyen van, tehát neki adjunk egy szerződést. 11-es. Az így van. Oké, és
Okéka, illetve mondtátok nekem, hogy hát miért úgy csinálom, hogy hogy szerződést, jaj, hogy csak szerződést veszek, na de hát gyerekek, 5000 nem jött össze. És azért nem akartam magam itt leizélni. 5000 alá. Aha, LB. CM. CB, CDM, Tiago. Úgy né, itt azért már összehoztunk egy kis összjáték genyóságot, mert azért atletikus, illetve kell nekünk egy, jaj, kell nekünk egy olyan emberke, aki nem más, mint ő bizony, és ő pedig feljön, így van, oda jön fel, ő neki ott nagyon jó, jelzi is, és akkor még kéne egy RM, meg egy L, vagyis CB, 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 LB, mondjuk Adriánót oda tehetném, de viszont ő meg már megint olyan, hogy nem spanyol. Azért már látjátok, már egyre több spanyol van, meg reálos, meg mit tudom én, szóval így kezdenek összeállni, mint a két kicsi legó. Ugye jó. Jaj, nem akarok én neki most semmiféle. Ericsson, Sony Ericssont nézzük meg, hogy menjen a transfer listára. Úgyis 63-as, az már nekem hova kéne 63-as játékos. Odd player. Lafita. Lafita is spanyol. Diaz argentin. Legyen akkor Lafita. Lafitának kell egy szerződés, és akkor... Na de hova? Hova? CB-n nem lenne jó, mi? Nem tudna ott mit kezdeni. Ó, hát ez totál nem jó neki. Lafita az nagyon elülérzi jó magát. Aha, ott tetszik neki a helykó. Hát igen. Igen, tudom én, hogy mi van vele, de sajnos ott nem eredményes játékos, viszont Adriánót valószínűleg ide lehetne tenni, és így már azért látjátok, hát azért jobb, mint a ha nem lenne. Őt szépen, Christian Fernandez. Na gyerünk, ja nem applizzük, no apply. No, videózok. No apply. Anyát picsáját. És itt elkezdi tölteni, de nem tölti be. Mindegy, újra kéne indítani, nem? Nem tudok ennyit válni. Jaj! No, tice! Most, kiléptem, de hülye vagyok. Mindegy, úgyis kiírta valami connection problem. Amit néha ki szokott írni. Nem tudom, hogy miért. Egyébként jött nekem valami szállítmány. Holnap bemegyek majd érte. 10 munkanapig lehet. Hát jó, hát én egy munkanapon belül megyek érte, na. Na, lépjünk már be, nyugi. Így van, és be is léptünk. Gyerünk. Press and key. Na gyerünk. Okéka, na akkor hogy állunk? Ja, szerződéseket kéne, ja meg azt a csávót le kéne cserélni. Így van, és akkor utána játszunk egy edzőmeccset, utána meg egy rendes bajnokit megpróbálunk, hogyha jól kommunikálnak az emberkéim. Na, szerződéseket kéne akkor most. Azon nyomban. Ja, de ezt a RM Adriánót ugye ide aszontam. Úgyni. Adriánó még ott volt. CB. Mi van? LB. Show nem érezné itt magát jól? Nagyon nem. Azt nézem, hogy kit tudnék ide tenni.
Hát ők viszonylag tudnak kommunikálni. Megpróbáljuk őt, mit alkodott. Vagy egy portugal ese. Hát a portugal ese az kicsit... neki kicsit jobban tetszik ez a... Izé. Na, akkor szerződéseket hosszabbítgatunk. Van nekünk még egy 10-es kontaktkár, ja nem, ez is csak jó, akkor ilyet adunk neki. És akkor viszonylag erőlétileg is jó most a csapat. Ugyanis ezeket beszoktam így nagyjából lőni nekik, hogy... És hát az előző meccseket úgy csináltam egyébként, csak hogy tudjatok róla, hogy játszottam velük edzőmeccseket, amivel így nagyjából korrigáltam a csapat hiányait, meg ilyesmit, és így most nagyjából alakul a csapat, kijöttünk azért a gödörből bőven, jócskán, úgyhogy vannak előttünk még problémák, bőven, de próbálunk ezen változtatni, úgyne, őt ide tesszük cserébe. Nagyon sok játékosunk van még mindig. Na, kb. Akkor hát ennyit tudtunk hozzátenni ehhez a kis csapathoz. És akkor játszunk egy edzőmérkőzést, amit Single Player Seasons-ba fogjuk benyomni. Így van, ezeket játszottam. Ez már nem a gagyi osztály, itt azért már egy kicsit jobban össze kell magam szednem, mint az előzőkben, hogy szórtam a gólokat. Most azért már más a pálya. Higgyétek el. Ó, sárgába lesznek. Ez már professional. Ez már azért, érted? Vogan Athletic, vagy Vigan. Mit tudom én, hogy kell mondani. Melyikkel a ível? Ja, az indítás gomb is megvan, hogy melyikkel kell indítani a billentyűzeten, úgyhogy most így nagyjából királyság van. Hát még mindig ez a hogy vegyem el a labdát téma van nekem, mert régen nagyon megszoktam, hogy D betűvel követte a játékost. Most azért úgy nem. Ruben Aromin. Nézd meg. Az. Hoppá. Hát ez ki volt? Mi volt? Ezt én fejeltem ki. Így kéne a kapura fejelni, emberkéim. Gyerünk! Azaz. Nincs előrébb senki. Nem állj, nincs előrébb senki, hát akkor kinek adjam? Úristen, ez a Malu de Morales mennyire jó játékos. Na mi van, nem jön senki? Azaz! Ajajajajajaj. Ez a már... hát ez... Ez a Manu de Morál, ez nagyon gyorsan tud futni. Manu del Morál. Manu del... Malu... Mindegy, hagyjuk. Ki ez a gyerek amúgy? Nem is ismerős a neve. Ja, mondjuk, hogy lenne ismerős a neve, amikor... Jaj! Majdnem jó volt az indítás. Nem nézek egyébként neveket. De most mit szerencsétlenkedtek? Olyan ügyesen játszottam már. Most meg felkerültem feljebb, aztán ilyenkor meg nem megy. Meg hát videózok, ugye az is közrejátszik, hogy én amikor játszok, akkor befogom a pofám. És így, hogy beszélnem kell, így azért még ráteszek egy cumedlit. És így azért nehezebb. És én folyamatosan beszélek, mert hey, les! Azért. Három játékos is jelzett, hogy az tesókáim az les volt. Meg én is mondtam, bíró meghallotta a szavam. Wow! Most, azaz. Hú! Ide elbasztam, gyerünk! Yeah! Azért ez kemény indítás volt, gyerekek. Milyen volt? Ott megkaptam a labdát. Fú, nagyon jó megláttam, hogy oda ki tud menni. Így van. Na, most jó a csapatom. Esküszöm, most tetszik. Kezd reálosodni, már van két reál játékosom is. Tietek a labda, előnyszabály. Azaz, adjuk csak haza nyugodtan. Szépen. Már három reál játékosom van, mert Navas is ugyanállam van. De azért még mindig csak az a neve a csapatnak, hogy Reál B. Júj! Júj! Nem figyeltem, hogy ott van.
Már azt néztem, hogy hova passzoljam. Ejj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 
Nézd meg, ezt nem tudom még. Gyerünk, oda. Most! Jaj, nem. Nem tudott volna, de ez a Marude Morale erre lehet alapozni, mert ő nagyon gyorsan tud futni. Na, mit találtál ki most magadnak? Mondtátok, hogy álljak rá Morale-ra, gyerekek? Ráálltam, látjátok? Már azért alakítgattam úgy, nem tudom mennyire hallatok, remélem hallatok. Tehát, hogy alakítgattam úgy a csapatot, hogy a Morale, meg csapat szerint, meg ilyesmi. Azaz! Semmi probléma, 1-0-ra vezetünk, emberkéim, embertársaim. Hát akkor nézzünk egy következő feles időt. Meg kellett volna nézni, hogy hogy állnak a játékosok, mindegy, majd ilyen 60 percnél megnézzük. Hogy amúgy így mennyire fáradtak, meg mit tudom én. Azaz, jó, hogy nem ért el, és ez lett a veszte. Ajjajjajjajjaj. Pedig szép volt ez is. Ez a kiugratás gomb, vagy indítás, ez kurva jó. Ez nagyon sok mindent el lehet érni, csak tudnék már labdát szerezni, az nem megy még. Mert ugye hát billentyűzeten ez a statikus mozgás van nagyjából, és azzal sok mindent így nem tudsz kezdeni. Egyből passzoltam volna tovább, mi? Nézd meg, statikus mozgás. Ez nem tudok úgy menni, ahogy izén. Ajajaj. Na, ne. Hú, ezt aztán megúsztam, bazd meg. Ez annyira laza lett volna. Na nézzük meg a játékosainkat, hogy mennyire vannak elfáradva, akkor cserélünk. A Lafita. Drága Lafitám, nagyon el van fáradva. Akkor vigyük fel. Hány spanyolunk van? 1, 2, 3, 4. 4 spanyol. Kit vigyünk fel? Hát Montolivo. Hogy né? Akkor most rúgjunk egyet el. Ja, még feljön a... Jó. Zsírcsi. Még feljön a Montolivo. Jó, hát akkor nem is kell rárugnom meg ilyesmit, nem kell trükköznöm. Gyerünk! De egyből! Azaz, tovább! Nem lesz meg! De majdnem jó volt. De nem volt jó. Júj! Gyerünk, ott vagy! Azaz! Így kell, le kell fogni a hátvéd, de utána kiírni a kapust. Megvan Gajdóval, nem tud ilyenkor mit csinálni. Na, gyerünk, nem futsz oda, hogy én... Ez se egy rossz csapat már. De nem ám. Na mindegy, behúzzuk ezt a meccset, így van? Remélem. Nem találtátok ki, új! Ne! Azaz! Micsoda védések, úristenem! Gyerünk! Azaz! Majdnem jó volt. Ilyeneket be lehet vele játszani, mert sok embert meg tud verni futásba, bőven. Na gyerünk, csináljunk egy helyzetet. Aj, ott a játékos! Bum! Csinálok majd olyan videókat, hogy top 5 védés. Hát ez az előző, ez benne lesz, az biztos. Ja, túl megnyomtam, ugye? Na mindegy. Azért nem volt az olyan rossz. Leves kocka. Hoppá. Gyerünk, lépjünk oda neki. Milyen kalapda? De már megint rossz helyre passzoltuk. Ó, Istenem. Egyen meg a buxusát az összes ellenfélnek. Majdnem nem fújta be. Vártam is vele, hogy mikor érjek bele. Jó van, semmi.
Hát azért, hát nem volt az annyira semmi, de azért semmi volt, tehát azért na. Á, de ezt nem hiszem el. Indulj már el. Ó, hogy leszerel egyből a csávó? Nem szarozik. Nem hagynak érvényesülni. 90. perc, gyerekek. Pedig az micsoda indítás lett volna még. Atya úristen. Na hát gyerekek, nyertünk 1-0-ra. Megpróbálunk ezzel a csapattal egy bajnoki mérkőzést is. Csak nézzük meg, hogy mi van a szerződésekkel amúgy meg. Mert az nincs már. Na, hogy vagyunk szerződés ügyben? Play match online. Kinek kéne? Ej, pont a kapusomnak kéne szerződés. No, vegyünk egy. Látjátok, és ilyenkor kell venni. Bezonyba kell venni. Semmi probléma, veszünk egyet. Pedig már ugye majdnem 2000 zsetonunk van. És 5000-re tudunk venni goldpakkot. De hát ez ilyen. Player kontaktkártya. Nem kellett volna megvenni, mert itt volt a 28-as. Nézd meg! Ez az, nem is vettük meg, Zsír? Mennyi? Mennyibe kerül? Mit töltesz eddig már? Ne töltsél már! Miért tölt ilyen sokan? Ó, eladták. Minden van adva. Hát ez ilyen. Frissítsünk rá egyet. Nagyon sokat tölt nekem ez a... Ez én most. Nem tudom mi. 1006. Vegyük. És nem. És el lesz már adva addigra. Hát mit tölt eddig? Oh. Oh my gosh. Hát de ha nem töltené, hogy rohadjon meg. Így nem tudok venni. Vissza. Megint vissza. Rohadjon meg. Na nézzük, mennyi lesz. Erősítem a gombot. 900-ért volt 11-es. Azt kellett volna. Most ez a 24-es, ez... Jó, hogy 24-es, meg is vesszük. Milyenk? No, Léci. És nem a milyenk a kurva anyádat. De nézd meg, amire vennék egyet, elkapkodják egyből. Miért tölt ennyit, gyerekek? Azt mondjátok meg nekem, és nézd meg, töltés, addig elkapják. Csatt, dur, elkelt. Na jó, újraindítjuk megint. Én nem tudom, miért van ez. Ennyire megvan ilyenkor terhelve a szerver? Vagy mi? Mi? Nem tudom, hogy mi van. Olyan idegesítő. Meg azt sem tudom, hogy ez milyen szállítmány lesz. Amiért megyek. Vagy sapka, vagy kabát. Meglátsuk. Na. Come on, baby. I got a baby. It's in the game. EA Sports. Na, most már ne szarozzunk, mert játszunk még egy meccset, aztán cső. De így nem lehet. De jó, hogy ebben nem kell elmenteni, hanem magától elmenti. Amennyi a pazarlás. Ó, annyi pénzem meg nincsen. Eladva. Mondom, az is eladva. Annyi pénzem nincs. 28-es. Nincs annyi pénzem. 2002. 1008. 800, de eladva. 1000. Na, végre. Tudtunk venni egy kibaszott izét. Na, azt akkor
pakoljuk be szépen. Remélem, mondjuk most, remélem, hogy nem voltam hülye, és a player jó van, mert fú, bazzeg. Azt hittem menedzsernek vettem már megint. Oké, akkor play. Aztán online szezon. Oké. És akkor csak neki kell, ugye? Így van. Zsírcsi királycsi. Applic... Consumable. Így. Aztán continue-zunk, és akkor játszunk. Játék az életem. Meglátjuk, hogy milyen csapatot kapunk. Ajjajjaj, Liverpool logója van. Á, nem játszott többet, mint én. Akkor lehet, hogy nyerünk. Csak hát... Ó, geci, milyen csapata van. Mondjuk jó, gagyi. Jó, nem olyan jó, de mondjuk Soldadóra vigyázni kell. Aztán kire még? Ennyi. Martins, Helton a kapusa. Ó, az bírom azt a csávot. Szagna, az egyik hátvéd. Na, mondjuk vele is vigyázni kell, azért ő egy City-s játékos. Liverpoolnak írja magát. Hát akkor lejátszuk, gyerekek, a mai mérkőzést, ami ma lesz, úgyhogy, hogy ma lesz. Real Madrid, Liverpool. Ez meg Real Madrid, B vagyok most. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz ezzel. Egyébként azt mondjátok már meg nekem, írjátok le kommentbe, hogy logókat, tehát én akarok reális logót, de hogy logókat csak pakba lehet kapni. Borotva. Tehát, hogy logókat csak pakba, vagy lehet külön is venni valahogy. Erre lennék kíváncsi. Úgyhogy, ja. Kérek szépen bárkit, aki tudja, hogy írja le. Na mi van? Waterfuck. CB, CB, LB, CB, RV, LOL, CDM-et betett a CM-nek, ST, ST, CM, LM, LM. Na jó van, addig én mit csináljak, amíg ez tölt? Mindjárt felnézek addig Facebookra, de komolyan. Vagy nem tudom. Ja, ez a videó fent lesz nektek körülbelül 7:30-ra, vagy még több. Mindegy. Ja, ma ez ilyen nap volt. Kiírtam Facebookra is, hogy na mi van, nincsen videó. Ez olyan, amikor hajatokat vágják, és akkor olyan hangja van. Na, és értátok, hogy legyen. És akkor most így van FIFA. Holnap meg, nem tudom, holnap majd csinálok, gyártok néhányat, és akkor majd pakolgatok fel nektek. Most, jelenleg erre futotta. Na, ezt életében nem fogja betölteni, így van? Így van. Ezt már biztosra tudom. Na mi van? De figyeld meg, el fogja könyvelni egy meccsnek, aztán akkor meg izé. Na jó, várunk még egy percet. De te fogja könyvelni egy meccsnek, aztán valamilyen játékoson meg már szerződés problémája lesz, és akkor vennem kell neki megint szerződést. Ezek a szerződésekkel van probléma, rengeteg pénzt elköt. Yeah! Nézd meg, connection lost. És nézd meg, elkönyvelte egy mérkőzésnek, hát ezt nem hiszem el. Persze pénzt nem kapok érte, de a játékosok gizéik, faszok. Mondd, hogy egy játékosom se sérül le, vagy mi nem akar szerződésezni. Kérlek. Zsír. Zsérbüfé. Zsír. Na nézzünk akkor egy csapatot újra. Come on. Surik hang. Aztán ennem is kéne valamit. Na mi van? Újraindítom megint. Hát ez miért van? Ezt írja már le nekem valaki. Netem az jó. Másban nem vagyok belépve. Originbe ugye. Meg izé. Meg mi van még? Ja meg OVS. Vagy OBS. Open Broadcaster. Azzal veszem fel a játékot. Azt ennyi. Semmi más. Oh my gosh.
Mindjárt látjátok, látjátok is. Jelenet módosítása. Na, nektek egy kicsit lejjebb teszem az egészet. Vagy hogy van? Vagy mi van? Így tegyem? Így teszem. Press and K. Így többet láttok az eredményjelzőből. Jelenet leállítás, módosítása, vagy mi? Módosítás, leállítása. Na. Nyomjuk neki. Kids off. Online seasons. Seasons. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. És már megint. Szarakszik. Szarakszik. Yeah. Ez azért. Nagy rím királyvóság. Please wait while we match you with connecting to opponent. Please stand by. Ó, az anyádat, hogy neked kell. Már unom ezt a meszt, mindig ebbe vagyok. Há, jó morálos csapata van a csávókának. Enrique. Ki van még neki, aki? Hát ennyi. Az én állam jobb játékosok vannak. Meg tapasztaltabb vagyok, meccsizéve, de ő kevesebbszer kapott ki, mint én. Na meglátjuk, hogy ebből a mérkőzésből mi jön ki. Csak indulna már. CB, GK. A kapusa az elég. Hát mondjuk annyira nem olyan rossz, de azt hittem azért kicsit gyenguszka, na. Az enyém jobb. Nézd meg! Mi van? Hát ezt nem hiszem el. Gyerekek, most felbaszom magam. Kúvára felbaszom magam. Mi van a szerverrel a mai napon, gyerekek? És most, hogyha valami játékosom szerződést kér, én nagy faszt kapok. És egy játékos lol. Mi van ezzel a játékkal a mai napon, gyerekek? Hát meg van hűve. Hát normális. Gercsi. Na jó, megint újraindítjuk. Utoljára indítom újra, gyerekek. Ezután szar lesz. Ennyi volt a mai FIFA. Egy darab jelentéktelen krumpli meccs. Tudjátok mit? Akkor nem online fogjuk nyomni, hanem offline. Még egy mérkőzést, mert én most már aztán odabaszok. Faszom. Ezt nem hiszem el, hogy ennek baszakodnia kell. Minden áron belebaszakodik. Ám meg izé. Tudod mi? Zsír izé. Mi az? Nem fülzsír, majdnem azt mondtam fülzsír. Nem, hanem... mi a neve? Szájzsír. Vagy nem. Zsírrúzs. Vagy mi van? Na mindegy, olyan izé. Szél ellen. Mi az? Szájzsír. Nem az. Na mindegy, nyomunk egy online, vagy offline. Seasons. Present be perfect. Single player. Seasons. Még egy mérkőzés. Mert már itt aztán elhúztam az időt a picsába. Ja, de mondjuk sokat kellett. Ez én össze-vissza, úgyhogy ez azért egy ilyen kicsit rövidebb részecske-kecske. Neki legyen. Ne, nekem legyen most vagánymezem. BBVA-s mez, azért vágjátok. Semi-pro. Ez meg ilyen nem is annyira professional. Az értitek, Real Madrid B, azt egy ilyen Coventry City futballklubos logó. Na látjátok, ilyen gyorsan be kéne neki ezt is azt is töltenie, de nem tölti be. Szarozik nekem itt. Na nézzük. Gyerünk. On my love, here we go. Na. Nem gondolod komolyan. Hé, hey, water fuck. Ma, hát ezt így akartam. Gyerünk. Most. Ezt jól elkúrtam. Jaj, mi az a tumultus? Gyerünk. Azaz. Senki nem indul meg. Majd akkor én.
Bassz meg, nem akartam bepasszolni. Rá akartam rúgni, csak rossz gombot nyomtam. Azaz, kiugrik. Bassz, meg. Mindent mondok. Azaz, gyerünk. De hova? Jó, azt én basztam el, na. Mindegy. Nagyon, nagyon szép gólokat akarok rúgni. De, édesapám, nem olyan szép gólt kell rúgni először is, hanem gólt. Ezt utána lehet vele vagánykodni, hogy wow, te milyen jó gólt tudsz rúgni. De előtte bizonyítani kéne, hogy egyáltalán tudunk rúgni, és tudunk nyerni, és tudunk rúgni. Miről beszélek, sokszor nem értem. Ahogy. Azaz. Úgy van. De ne! Bazd meg! Hogy lehet ennyire mellé rúgni valamit? Olyan közelről. Jó, hogy nem bedobásra rúgta ki. Na nézzük. Wow. Ez mi? Ez waterfuck. Azaz, hazadás, fog meg, nagyon ügyes. Ezt nem fújják le? Az mondjuk nekem csak jó. Óriási játék lett volna. Azaz. Kipasszoltok, bepasszolja. Ez ilyen nagyon csicsomás lett volna, gól lett volna, ez bemegy. Gyerünk. Azokat a meccseket utálom, amikor én nem tudok gól, vagy ő... Nem tudom berúgni. Nem. Ő nem tudja berúgni, én meg nem tudok labdát szerezni. Na mindegy. Szóval nem tudom, hogy akartam mondani. Mindegy, utálom, ha nem én nyerek. Ennyi. Alattomos módon. Waterfuck-et majdnem bekaptam, pedig aztán nem érdemelnék meg, ha itt gólt rúgnának. Mikor ment a foci érdemre, én nem is értem. Mindig az nyert, aki gólt tud rúgni, azt ennyi. De nem igaz, hogy... baszki! Ez mi volt? Figyeld! Rárúgtam, nem ment be ezek. Hú, és nem ütötte be, az be kellett volna ütnie. Nokedli. De nem, megsérült a játékosotok, gyerekek. Valamiért nem jó ez így. De mindegy, most megpróbáljuk még azért. Please stand by. Hú. Nem így kellett volna. Ebben bútam, vagy mi? Egyetlen hiba. Opa! Gyerünk, D betű, nyomd! Egyszerűen ez a D betű, ez valami katasztrofálisan rosszul működik ebbe a játékba. Jajjajjaj, hosszú lesz. Ez kapus kéz, lol. Azaz. Ne oda! Mindegy, most már oda. De nem is értem! Futni tud, de rúgni nem. Atya úristen. Cheng kit taker. Huha. Gyerünk, fussá. Nem fut ez. Ez amikor sprintelek, és nem tudok egyszerűen kanyarodni, ez valami beszarás. Miért nem tudok sprint közben kanyarodni? Hát én is, ha sprintelek, tudok kanyarodni. Nem is értem ez játékba. Vagy legalábbis lehet, hogy csak billentyűzeten nincs ez megoldva amúgy. Itt tudom én, valami zavar van olyankor, vagy valami. Azaz, óriási labda. Befejezed? Yeah! Azért ez most szép gól volt, gyerekek, mondjátok őszintén meg, hogy...
Fú, micsoda indítás volt ez. Úristen, mennyire nagy indítás. Ilyet lehet, Manu del Moral. Ilyet kell neki indítani. Na jó van már aztán. De miért nem mutatja az egészet? Hát tök szép volt. Úristen, de szép volt ez. Ah, hosszú. Hosszú kurta véres húrka. Nem, megvan. Mondom, beadom valahogy, de túl furmányos akartam lenni. Gyerünk. Úristen, de... mi ez? De ez most mi volt amúgy? Össze-vissza vergődtek a játékosok. Gyerünk, 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 gyerünk. Please stand by. Na, azaz. Ügyes voltál, gratulálok. Patrik. Na ez most aztán mi ez? Hú! Ne! Ó, de jó! Mi van? Ne sírjál már, szádér! Ez is csak egy nap, nem a világ vége. Gyerünk, 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 nem tudjuk. Gyerünk! Wow! Azt még tovább kellett volna adni, akkor lett volna szép gól. Így meg egy lagymatak semmi. Ez mi? Megy a labda felé, azt elesik. Ez igen, ezek ilyen fogyatékosok, ezek a játékosok. Atya úristenem. Hú, ez volt ám a szerelés. Na így kell gyerekek szerelni. Csak most benne szopjam a gólt. Azaz. Nyugi, nyugi. Nyert ügyünk van. Hogyha ezt most nem kapjuk be. Ne. Kérd meg! Utolsó pillanatban, gyerekek. Utolsó pillanatban. Gyerünk, mennyi. Gyerünk. Gyerünk! Ájjájjájjáj, gyerünk! Gyász, faszomat bele már! Jó van, mindegy, gyerekek. Hát ez egy óriási gól volt, amit... És hát szar volt a gól maga, amit kaptunk. Egy lagymatag szar, de hát bekaptuk. Na, gyerekek, ennyi volt a mai FIFA. Aludjatok, jó éjszakát, pisztácia. Sziasztok!